Kistarcsán bemutatásra került az a két új jármű, melyet az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiírt pályázati pénzből vásárolt a KIVÜ Kft. A korszerű eszközök a jövőben hozzájárulnak Kistarcsa hulladékgazdálkodásának fejlesztéséhez. Az ünnepélyes átadás 2014. április 25-én a KIVÜ Kft. Telephelyén zajlott le. Az eseményen köszöntő beszédet mondott Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármestere. Öröm, büszkeség, köszönet és gratuláció. Ez jellemzi ezt a projektet. Ugye nyilvánvalóan szinte túláradó örömmel konstatáljuk azt, hogy a gépparkunk ilyen korszerű járművekkel tudott gazdagodni, és nyilvánvalóan ezért vagyunk büszkék, hiszen a városunkat fényjelzi az is, hogy milyen a város üzemeltetése, milyen a saját tulajdonú Kft., a KIVÜ Kft., amelyekkel az állampolgárai számára a szolgáltatást biztosítja, és ezekkel a járművekkel nem kell szégyenkeznünk, sőt, büszkék lehetünk rá, és ahogy hallottuk, még egyfajta rekorddal is büszkélkedhetünk, hogy az országban ugye legelőször ilyen típusú önrakodós tehergépjárművet még nem is hoztak forgalomba, úgyhogy kezdünk legekké válni, remélem, hogy nem először és nem utoljára, későbbiekben is beszámolunk majd egyedi és legeket jelentő kistarcsai büszkeségekkel. Köszönet mindazoknak, akik ezt a sikeres projektet összehozták nekünk, rekordidő alatt, rekord teljesítménnyel, példátlan gyorsasággal, nagyon nagy odafigyeléssel, és rengeteg áldozattal, ha úgy tetszik, úgy időben, mint energiában, amely hála jó Istennek, és erre is nagyon büszke vagyok a város vezetőjeként, hogy minden egyes intézményünkre jellemző ma már, mert bármelyik projektbe fogunk bele, általában jellemző, hogy nagyon gyorsan kell cselekedni, nagyon pontosan ahhoz, hogy a végén sikert tudjunk elkönyvelni. És így hát mindenkinek gratulálok is ezért a teljesítményért, minden közreműködőnek, minden olyan kedves, ismerős és ismeretlen arcnak, akik itt a KIVÜ Kft. Közelében megfordultak az elmúlt időszakban. És akkor, ha 3 éves időszakot megkoronázhatjuk, akkor a 75 millió forintos pályázattal akkor a nagy adatot is meg is koronázunk. És nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy egyrészt tiszteletük jelére eljöttek, a munkájukat is. Gratulálok is! Az átadó ünnepségen Vámosi Oszkár, az ÖHÜ Nonprofit Kft. Ügyvezetője elmondta, hogy Kistarcsa teljesítette leghamarabb a pályázat szigorú feltételeit. Megszületett az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 3 évig dédelgetett tervének az első nyertese, és ez pedig a KIVÜ Kistarcsa, aki a leggyorsabb volt és a leghamarabb teljesítette mindazokat a feltételeket, egyébként 41 másik társa mellett, tehát azért mondjuk, hogy sok nyertese is volt ennek a pályázatnak, amelyeknek magam is úgy hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy viszonylag gyorsan le kellett bonyolítani, és ezért nem mindennapos és nem hétköznapi feltételei voltak. Tehát itt nem fél évig tartott, míg eldöntötte a kormány, hogy mit szeretne, nem fél évig tartott, míg rájött az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség, hogy már tudja, hogy mit szeretne, majd újabb fél évig, hogy megtalálta a ceruzáját, hogy a pályázatot kiírja, és egy évig, mire sikeresen lebonyolította a pályázatot. Sajnos már Magyarországon ez, sőt, hát mondanunk kell, az Európai Unióban ez egy megszokott idő sík, egy megszokott idő volumen. Mi kaptunk rá összesen 5 hónapot, hogy lebonyolítsuk ezt a pályázatot, egészen onnantól, hogy kiírjuk, odáig, hogy kifizetjük a pénzt. Jelentem, ez a feladat teljesítésre került, és hát ahhoz, hogy egy ilyen feladatot teljesíteni tudjuk, ahhoz nem csak az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek kell gyorsnak lenni, hanem a partnereknek is. És hát ebben volt a legkisebb bizodalma egyébként a kormányzati oldalnak, nekünk meg a legnagyobb. Ugyanis én azt gondolom, hogy a 21. századnak a legfontosabb üzenete az az, hogy el kell szabadulnunk azoktól a sztereotípiáktól, amit megszoktunk. A beszédet követően Vámosi Oszkár átadta a járművek forgalmi dokumentumait és kulcsait Bernyik Józsefnek, a KIVÜ ügyvezetőjének, majd a gépkocsikat körülvevő szalagot a díszvendégekkel közösen Solymosi Sándor vágta át.
A Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. Telephelyén kiállított projekttáblát Solymosi Sándor polgármester és ifjabb Juhász István alpolgármester leplezte le. A KIVÜ Kft. 2011-ben kezdte működését olyan fő tevékenységekkel, mint a kommunális hulladékszállítás vagy a közterek fenntartása. A KIVÜ Kft. A városgazdálkodási feladatokat látja el. Elsősorban ez a önkormányzat kötelező feladat ellátásának tulajdonképpen a összes tevékenységének a ellátása. Ez egy korábbi városgondnoksági feladatoknak a utódlása, úgymond. Non-profit Kft. Formájában végezzük ezeket a feladatokat el. Ebbe az intézmény karbantartástól a közterületek tisztántartása és a virágok gondozása és egyéb hasonló közfeladatok ellátása belefoglaltatik, valamint a Kistarcsa város területén a lakossági és a közületi hulladékszállítás, valamint 2012. januártól a szelektív hulladékgyűjtés, melyet 2011 második fél évétől az önkormányzat saját hatáskörén belül, tehát önkormányzat szervezésében és önkormányzat teljes fizetésében, illetve számla teljesítésében adta át feladatul a KIVÜ Kft.-nek. A pályázat előkészítését megelőzően miért esett a választás erre a két eszközre, hogy erre nyújtsák be a pályázatot? A KIVÜ Kft. Vezetője Vernik József megkeresett minket, hogy lenne egy ilyen pályázati lehetőség, ahol első körben, amikor először kiírásra került a pályázat, egy nagyobb csomag volt, abban voltak szelektív hulladéktárolók, voltak minden kistarcsai házhoz szelektív kukák, illetve gépjárművek. Ebben az első körben sajnos nem sikerült nyerni, viszont amikor a második kört kiírták, akkor már csak a gépjárművekre pályáztunk, és akkor azért már sikerrel is jártunk. Az, hogy miért pont ez a két gépjármű, ez amikor a Vernik József megkeresett minket, akkor neki már azért elég konkrét elképzelései voltak, hogy mire lenne szükség itt a telephelyen, hiszen ugye ők azok, akik itt minden nap látják a feladatokat meg a problémákat, és egyrészt ugye a hulladékgazdálkodás az egyik fő tevékenységeit helyben a KIVÜ Kft.-nek, így adott volt, hogy ugye egy erre jó gépjárművet szerezünk be. A pályázati projektben nyert összegből beszerzett járművek modern technológiát képviselnek, emellett gazdaságos üzemeltetésűek. A mostani pályázati projektben nyert gépjárműveket, ugye, mint az autók is mutatják, az egyik egy Euro 5-ös motorral felszerelt, nagyon korszerű, hátfaltömörítős, 25-26 köbméter hulladék begyűjtésére alkalmas jármű. Ez Kistarcsa város területén annyit jelent, hogy eddig a lerakóba volt, úgyhogy naponta kétszer kellett mennünk. Most úgy néz ki, hogy ez egy napi gyűjtés az egy autó mennyiségébe belefér. Ez az egyik része. Ez a teljesen kommunális jellegű. Jelenleg a szelektív hulladékgyűjtés az külső vállalkozó bevonásával végződik, mivel van egy hatályos szerződésünk a külső vállalkozóval a szelektív hulladékgyűjtésre. Ez a lakosoktól, háztól történik, tehát háztól gyűjtik fel a hulladékot, a zsákos szelektív hulladékot. Jövőben elképzelhető, és amint más egyéb követelményeknek is meg fogunk már felelni, és mindenféle engedélyezési dolgunk is mindennek meg fog felelni. Lehetséges, hogy a KIVÜ Kft. Fogja végezni a szelektív hulladékgyűjtést is, hiszen költséghatékonyabb lesz nyilván ez a része is a tevékenységünknek. A lehetőségünk adott, mert ugye nem csak az egy hulladékgyűjtő járművünk van, hanem van ezen kívül másik is, tehát teljesen elkülönítettem fogjuk tudni kezelni a lakossági kommunális hulladékot és a szelektív hulladékot, ami ugye nem illendő, hogy a bármilyen más vegyes hulladékkal érintkezzen. Ezen kívül a platós gépjármű, az pedig egy Euro 6-os motorral felszerelt, teljesen 21. századi korszerű dolog. Sikerült olyan eszközjárművet beszerezni, amelynek a
önrakodó daruja, az 7-7,5 méter távolságról hatékonyan közel 1 tonnát meg tud mozgatni. Ez szintén ugyanúgy kettős lehetőséget biztosít számunkra a jövőben. Egyrészt a szelektív hulladékgyűjtés a Kistarcsa város területén, elsősorban lakótelepeknél, úgynevezett big bag zsákokba gyűjtik a lakótelepi lakosok a szelektív hulladékot, és ez egy 1 köbméter űrtartalmú műanyag zsák, műanyag szövésű zsák, amelynek olykor a súlya elég tetemes. Ezt nem kézzel, hanem önrakodó darúba föl tudjuk a járműre rakni, ezt a megfelelő depona helyre tudjuk szállítani. Ezen kívül a városi feladat ellátása is ugyanúgy tudjuk hasznosítani, bármilyen föld, építési törmelék és mindenféle szállítási tevékenységre. A pályázat határösszege 75 millió forint volt, melyet Kistarcsa teljes egészében a járművekre fordított. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 2013. decemberében kiírt egy pályázatot, amelyiknek a célja az volt, hogy szelektív hulladékgyűjtést, illetve ahhoz kapcsolódó hulladékkezelést előmozdítsa Magyarországon. Ennek volt 4 fő komponense, azon belül az egyes fő komponenshez tartoztak a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a vegyes hulladékgyűjtéshez kapcsolódó eszközök, járművek és edények beszerzésére vonatkozó pályázatok, és ezen indult Kistarcsa városa, és hát 57 más pályázó mellett ő volt az egyik, aki ilyen módon próbálta bővíteni az eszközparkját, és hát ő az egyik nyertes ezek közül. Az 57 pályázóban, jól emlékszem, ezen a területen összesen 29 nyertesünk van. Milyen igények érkeznek be a pályázatokba? Az igények viszonylag jól áttekinthetőek, két nagy irány van. Az egyik terület szeretne járművekkel bővíteni, Kistarcsa is ezek közé tartozik, a másik pedig edényekkel szeretne bővíteni. Volt olyan pályázónk, aki majdnem 70 millió forintért edényeket vásárolt, és hát sok pályázónk ezt a 75 millió forintos határt, mert ez volt ennek a pályázatnak a határa, ezt szinte teljes egészében kitöltötte járművekkel, hogy Kistarcsa is, nagyon ügyesen. Folyamatosan lehet ilyen pályázatot benyújtani önökhöz? Nem, ugye nekünk erre konkrét forrást hagy vissza a kormány, amikor ez a forrás kimerül, már pedig a tavalyi évben egy kicsit több mint 2 milliárd forintot hagyott nekünk jóvá a kormányzat, ehhez képest majdnem 5 milliárd forintnyi pályázat érkezett, tehát kimerült a forrásunk. Amíg nem kapunk újabb forrást, addig nem tudunk újabb pályázatot hirdetni, viszont kész van maga a pályázati rendszer, tehát azt gondolom, hogy amint forráshoz jut az OHÜ, azonnal újabb pályázatokat fog meghirdetni. Kistarcsa polgármestere beszélt a jövőbeli fejlesztési tervekről és a szelektív hulladékgyűjtés magasabb szintre emeléséről is. Szeretnénk mindenképpen, ahogy a OHÜ ügyvezetője is mondta, a szelektív hulladékgyűjtést minél magasabb szintűre emelni a településen. Ehhez most egy nagyon jó eszközt kaptunk, de nyilvánvalóan vannak lehetőségek abban a tekintetben, hogy a szelektív hulladékgyűjtésnek az előválogatása és az értékesítése, ez az egyáltalán az anyagi kondíciói javuljanak a város büdzséje számára, ezért fejleszteni kellene. Bízunk benne, hogy lesznek olyan pályázatok, amelyek lehetővé teszik, hogy magasabb fokú feldolgozottságot tudjunk itt helyben elérni, nem utolsó sorban ezzel munkahelyeket is tudnánk teremteni. Mit fog érzékelni a lakosság ennek a beruházásnak a következményeképpen? Bízunk benne, hogy a lakosság is fogja érzékelni abban a tekintetben, hogy a korszerűbb járművekkel gondolom, hogy egy picit gyorsabban, egy picit hatékonyabban tudjuk ellátni a feladatainkat. A vendégek kipróbálták az új járműveket, és állófogadással ünnepelték a város életében fontos eseményt. A korszerű munkaeszközök már használatban vannak, az érdeklődők pedig közelebbről is megtekinthetik a kistarcsai napokon.